Sziasztok, én Zoli vagyok, ti pedig a Linux Mindot nézitek. Beszélgessünk ma is a Linuxról. A mai Hogyan telepítsd részben egy vadonatúj Linux disztribúciót hoztam nektek, és ez nem más, mint az Arch Merge, ami Erik Duba nevéhez kapcsolódik, és annyira friss, hogy gyakorlatilag pár napja jött ki. Azóta tesztelem, ugyanis az én figyelmemet is a Discordunkon hívták fel rá. Virtuális gépben fogom tesztelni, hogy rendesen föl tudjam nektek venni, úgyhogy gyorsan megmutatom nektek, hogy e, hogy áll a virtuális gép. Azt mondja, hogy 2 gigaramot adtam neki, kettő processzormagot, KVMS paravirtualizációs interfész, 128 meg a virtuális memória és a 3D gyorsítás be van kapcsolva természetesen. Gyakorlatilag ezek mellett, a paraméterek mellett a rendszer röpül, mint a azt kell tudni az Arch Manager ről hogy ez a hatos verziója, ami jelenleg kijött, és egészen eddig i3-mal és openbox al volt elérhető. Ebben a hatos verzióban már integrálva van egy jóképű XSZ-je is. Ebből kifolyólag sokkal szebb és felhasználó lett az egész dolog, úgyhogy nézzük is meg, hogy hogyan kell telepíteni. Elindul a live rendszer, egy kicsit növelek a felbontáson, ugyanis a igen, itt van a screen is too small to display the installer, tehát az installer, a telepítő panaszkodik a képernyő méretére. De mivel ez egy XFCE, nagyon gyorsan meg lehet ezt oldani. Hála Istennek automatikusan látja és fölismeri a a videókártyát, ugye az, az emulált videókártyát, tehát egy másodperc alatt föl lehet tenni a már a live rendszert is ö, nagyobb felbontásba. Én most egy 1600 x 900-at választottam neki. Ahogy ö, látjátok, eszméletlenül szépen néz ki. Az egy dolog, hogy egy ilyen nagyon szép, ö, ilyen cyberpunkos, ö, ízléses háttérkép van az asztalon, de maga ez az XSCM egy komptanos megoldással, ugye a Compton egy kompozitor, Ilyen gyönyörű szép áttetszőséget kölcsönöz az egész megjelenésnek, és még itt oldalt van egy plank dokkunk, amire egy pár dolog kiaggatható valamint, tele van nagyon szép ikontémákkal is az egész rendszer alapértelmezetten. Ugye maga a rendszer az egy Pure Arch rendszer, tehát azt jelenti, hogy nincsenek külső tárolók, amikből építkeznek, csak és kizárólag az Arch Linux tárolóit használja, ugye az AUR-t és a főtárolókat, amikről már egy korábbi telepítős videóban beszéltem nektek. Akit esetleg ez érdekel, az i betűre kattintva majd megnézheti. A lényeg az, hogy ez egy olyan Arch Linux, amivel nem kell szenvedned, feltelepítésileg nem kell parancsokat tudnod, nem kell semmit. Látod, live rendszerbe asztali felülettel szépen bebútol, és gyakorlatilag semmi más dolgod nincs, mint telepíteni. Elindítom az installert újra, természetesen a rendszer tud magyarul. A telepítése gyakorlatilag semmiben nem különbözik a jól megszokott telepítőktől ugyanaz a next next finishes telepítő fogad és kell vele végig menni, mint gyakorlatilag bármelyik másik telepítőn. Jó, kiválasztjuk a helyünket, ugye Európa és Budapest. Nagyszerű az időzóna be van állítva, és ugye automatikusan ő beállítja a területi beállításokat ehhez viszonyítva. Jó, a billentyűzetünk is jó, magyar default, tökéletes, Particionáló, hogy én itt a manuális particionálást választom, egy 40 GB-os virtuális lemezt határoztam meg a rendszernek, úgyhogy csinálunk egy új partíciós táblát MBR-rel, mert nem UEFI-t használunk, hanem legacy BIOS módot, és létrehozunk partíciókat. Csinálunk mondjuk egy 20 gb részt a gyökérpartíciónak, és a szabad területből egy gigát lecsapunk, és a többi marad a lapozó terület, tehát ez 19 lesz, és azt mondjuk neki, hogy csatolási pont per home, ugye, hogy ez lesz a home könyvtárunk, és a maradék szabad terület pedig lesz a lapozó file, vagy lapozó terület, így a pontos, és ezzel a beállítással mehetünk is tovább. Nyilvánvalóan megadjuk a rendszernek a nevet. És a root jelszót. Illetve itt ugye be tudjuk állítani egy pipával, hogy ugyanezt a jelszót használjuk a rendszeradminisztrátori felhasználóhoz. Igen, mi ezt szeretnénk, különben ugye nem tudunk a sudo dolgozni mehetünk tovább. Ez a végleges felületünk, itt minden szépen felsorol, hogy biztos, hogy így akarjuk, biztos mehetünk a következőre, és akkor innentől kezdve elkezdi telepíteni a rendszert. Én ide most beteszek egy vágást, és jövök, hogyha végzett. Ahogy a telepítő végzett, nincs más dolgunk, mint az újraindítás pipát beletenni, Ebbe a kis boxba és a befejezés gombra nyomva a rendszer szépen újra fog indulni. És ahogy látjátok el is indult a rendszer az előre telepített XFCE asztali környezettel, Uh, és most már látjátok természetesen magyar nyelven. Gyönyörű szép ez az átlátszóság, amit a Compton csinál de fantasztikus, tényleg rettenetesen szép. A rendszernek a sebességéről azt tudom nektek mondani, hogy valami elképesztően gyors. Tehát képzeljétek el a leggyorsabb rendszert, amivel valaha találkoztatok, és szorozzátok meg minimum kettővel. Tehát a piúrásnak a sebességét hozza, ami az összes Ubuntu fölött van legalább 40%-kal. Tehát én még, még azt is merem mondani, hogy ha van egy lassú géped, akkor lehet, hogy érdemes ránézned erre a disztribúcióra, bár azt azért hozzá kell tegyem mindenképpen, hogy az Arch nem feltétlenül kezdő barát. Viszont ez az Arch kifejezetten desktop verziónak van összerakva. Ahogy látjátok, gyakorlatilag minden benne van, ami kellhet. Grafikai programok, ugye GIMP és ha jól néztem, akkor van itt Dark igen, amivel ugye a fényképeket lehet nagyon-nagyon szépen utóeffektezni, ugye ez egy Adobe Lightroom-nak a free, illetve open source, hát remake je talán így lehetne mondani, aztán ugye a vektorgrafikus programnak van nekünk egy inkscape ami szintén egy profi program, internet, az internetes böngészők között van ugye Firefoxon, Chromiumunk, Vivalding, van Transmission, Torrent kliensünk, Irodai csomagokban itt hiány van, mert nincsen fönt a LibreOffice, na de semmi gond, mert itt, hogyha a tárcán kattintotok a pac grafikus kezelőjére, ugye ez a Pemek, ami benne van gyakorlatilag a legtöbb Gnome alapú árcsban, itt rá tudtok keresni, hogy Libre Office, és és ahogy látjátok, ki fogja dobni, tehát tudjátok telepíteni a LibreOffice-t. És ha már a pemekről beszélünk, ugye ez a pemek, amit itt láttok, már a legújabb hatos os verzióval büszkélkedhet, egészen pontosan a 602 kötőjel 1 ami azt jelenti, hogy már itt az ikonok megjelennek, és számos egyéb változást is tartalmaz. A programok tekintetében van még nekünk kellékek között egy ilyenünk, hogy Konkizen, én ezt most kirakom ide az asztalra. A Konkizen gyakorlatilag egy Konki Manager program, egy pillanat, legyen végrehajtható, igen, ez be kell jelölni neki első indításnál. Egy Konki Manager program, hát gyakorlatilag itt lehúzom a görgetősávot, látjátok, ennyi Konki beállítással előre, predefiniált Konki konfiggal, látjátok, most kettőt is elindítottam, van egy ilyen óra, egy kis naptárral, illetve itt oldalt e, ilyen rendszer információkkal nagyon, tényleg nagyon csinos, nagyon szépen néznek ki, és itt gyakorlatilag ebből a listából ki lehet választani, hogy miért akartok. Van egy ilyen kicsit e, szolidabb típusú is, ez a bal alsó sorokba, ez nem tartom feltétlenül szerencsésnek, mert ugye a plank dock kit akarja, de hogyha pár dolgot le e, veszel róla, akkor akkor esetleg így így egy kicsit szerencsésebb talán az elrendezése. Így és akkor már nem is lóg bele. Továbbá multimédia fronton természetesen van nekünk VLC lejátszónk, beépítve Simple Screen Recorder, úgy, felvennénk, a Lollipop Audio Playerünk, illetve videókamerához a GUVC View, valamint CD-DVD-t írni az XFBurn nevű program. Rengeteg ikontéma, és egyéb grafikus felület módosítás tartozik a beépített rendszerhez, ahogy látjátok, lehet gyakorlatilag a végtelenségig variálni a kinézetét, illetőleg ugyanez van ikonfronton is, és kinézet fronton is, tehát ezen is lehet nyilván megfelelően módosítani, ki, hogy szereti. Most itt a háttérben azért változik ilyen furcsán, mert újra kell töltenie hozzá a fájkezelőt, látjátok, most már normális illetve ugyanezt elmondhatom az ikontémákra, van rengeteg nagyon sok beépített ikontéma, a Numix-tól kezdve, ami ugye egy elég népszerű ikontéma, egészen a módosított, többszörösen módosított ikontémákig, itt mindenki meg fogja találni a kedvére valót szerintem, mert eszméletlenül szép, de egyébként az alap ikontéma is, amivel jön a rendszer, szerintem teljesen szuper. Még én is csak ismerkedem a rendszerrel, de így első blikra azt tudom mondani tényleg, hogy veszedelmesen gyors, nekem ez rettenetesen tetszik, és valószínűleg előbb-utóbb föl fogom tenni natívba is, hogy kipróbáljam, már live-ként kipróbáltam, és tényleg csak jót tudok egyelőre mondani róla. Az XSC -e asztali környezettel elképesztően gyors, én csak ajánlani tudom nektek, próbáljátok ki, nézzetek rá, szerintem mindenképpen megéri. Ez egy nagyon frankó kis disztró. És köszönöm szépen még egyszer, hogy felhívtátok rá a figyelmemet Discordon. Srácok, Arch Merge. A linket megtaláljátok a leírásban, remélem hasznos voltam, ha tetszett a videó, ne szégyed lájkolni, és ha szeretnél még több Linuxos tartalmat látni, egészen bátran iratkozz fel a csatornára. Nem sokára jövök a következő videóval, sziasztok!